Nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal itt vannak. Nagyon örülök neki, mert én baloldali politikusként abban hiszek, hogy az én szakmám az lehet újra megbecsült és elfogadott szakma Magyarországon. Tudják, ez szerintem akkor lehet, ha annak a szónak, hogy képviselő, első lépésként visszaadjuk a becsületét. Ennek a szónak mi akkor tudjuk visszaadni a becsületét, hogyha döntünk emberek életéről, akkor előtte megkérdezzük őket, és megkérdezzük a szakmát, hogy ezeknek az embereknek az életét befolyásoló szabályokat mégis milyen elvek és milyen gyakorlati tapasztalatok alapján érdemes például a Magyarországgyűlésben megváltoztatni. És ha ez a két szó nem cseng ismerősen manapság önöknek, a szakmaiság és az egyeztetés, az nem véletlen. Talán emlékeznek rá, hogy Balogh miniszter úrnak a minisztériumában csináltak egy kiskátét nem olyan régen, ahol tiltott szavakat írtak elő, mint stadion, szegénység, stb. Azt hiszem, hogy a 2.0-ás változatban Balogh miniszter úr a szakmaiság és az egyeztetés szót is be fogja tiltani Magyarországon, mert ha valamit nem látunk, idősügyi tanács nem megyek be. Mert az élet minden területén ezt látjuk, hogy az érintettek véleményének kikérdezése és a szakmaiság az a mai kormány egyik legnagyobb ellensége. Mi pedig nem ebbe hiszünk. Azért hoztuk össze ma ezt a konferenciát, hogy terepet adjunk az önök gondolatainak, a szakma, az érintettek és a konkrétan a bőrükön, a napi szinten érintetteknek hangot tudjunk adni, és önök tudják befolyásolni azt, hogy mi az országgyűlésben mit képviselünk, és mikért álljunk ki. Ez a mai rendezvény legfontosabb célja a mi szempontunkból, és ezért szeretném hangsúlyozni, mennyire örülök neki, hogy ilyen sokan eljöttek, és biztatom önöket, hogy majd mondják is el őszintén a hozzászólásukat, véleményüket, javaslataikat. Szükség van rá, mert bár Lajos egy-két dolgot érintett, ugye a Magyar Országgyűlésben bármennyire szeretjük vagy nem szeretjük, a rendszer olyan, hogy a döntések ott születnek. Ezek a döntések önöknek pedig vagy jót tesznek, vagy fájnak. Az utóbbi időben a nyugdíjasokat, az idős embereket, a kiszolgáltatott embereket érintően szinte csak fájdalmas döntések születtek. Egy-két dolgot példálózva. Azért amikor önök kapnak egy 1,8%-os nyugdíjemelést, akkor azért nyilvánvalóan kinyílik mindenkinek a zsebébe a bicska, amikor megtudja, hogy az államtitkárok pedig törvénymódosítás nélkül egy egyszerű eltérítéssel 30%-os béremelést csinálnak saját maguknak, úgy szépen sunyiba. Amikor törvénymódosítással a házi segítségnyújtás, gondozást, rászorultsági küszöbét megemelik, akkor emberek életét teszik tönkre. Lehet, hogy ők egy költségvetési sort látnak, ahol lehet spórolni egy kis pénzt, talán a 30%-os saját béremelésükre, de itt olyan emberek életét tehetik tönkre, akinek nincs hova hátrálnia, és nincs más segítség az ő életében. Ugyanilyen, amit Lajos említett, alapjaiban rengeti meg a legrászorultabbak életét, a 8 millió forintos egyszeri belépési díj. Lehet, hogy ők nem mennek ki a parlament és a budai villájuk között máshova. De azért jó lesz, ha nem csak mi, hanem az emberek is minden egyes alkalommal fölhívják a figyelmét, hogy a figyelmüket, hogy a 8 millió forint lehet, hogy nekik vesztor ide-oda föl se tűnik. De egy átlag ember a ledolgozott élete végén nem tud felmutatni 8 millió forint megspórolt vagy megtakarított pénzt, sőt, nem is látott még egyszer annyit soha. És ezek is olyan kérdések, és ebbe keményen kívánok fogalmazni, akár az egészségügy átalakításnál, egy rövid példát hadd mondjak, vidéki fórum, idős hölgy odajön és azt mondja, hogy nézze, egy megyén belül két kórház volt, a másikat akarták súlypontivá tenni. Azt mondta, nézze képviselő úr, tudja az lesz, mi már nem fogunk tudni 60 kilométert buszozni. Nem megyünk el az orvoshoz, szépen csendben itthon meghalunk. És ha ez a magyar kormány hivatalos álláspontja, akkor az csendes népirtásnak szokták hívni. Ezért mind az egészségügy, mind az idős ellátásban mi is a lehető legradikálisabban fogunk politikailag fellépni,
mert ez nem szavazóközönség, ezek a mi szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, akik ezt az országot felépítették, ledolgozták az életüket, és nem kérnek mást, mint ami nekik jár, egy tisztességes, nyugodt, kiszámítható, idős életet. Engedjenek meg, hogy három dolgot még hozzátegyek. Amit a Lajos említett szakmailag, vagy tematikája a mai naphoz. Szóval mindenki tudja és látja, hogy ma már nem az a kérdés, hogy nekem lesz-e nyugdíjam, hanem az a kérdés, hogy önöknek lesz-e nyugdíja. És ha a félmillión túl még éves szinten százezrek elmennek ebből az országból, az aktív korosztályból, akkor az a rossz hírem van, hogy nem lesz. Bármilyen kormány van. Ezért az egyik legnagyobb kérdés, bármilyen furcsa az önök életében, hogy lesz-e olyan kormány, aki képes visszahozni a járulék fizető napi szinten dolgozó fiatalokat Magyarországra. Ez egy óriási kérdés és kihívás lesz a politika előtt. A másik, ha már elvi szinten beszélünk. Szóval azért ebbe az alaptörvényből kikerült az, hogy a magyar állam gondoskodik az elesettekről és az idősekről. És bekerült az, hogy majd a gyerekek gondoskodnak az idősekről és az elesettekről. Szintén szeretném mondani, hogy valószínűleg ezek az emberek, akik az alaptörvényt írták és elfogadták, nem járnak Magyarországon emberek között. Mert pontosan tudnák, hogy ma a kis nyugdíjas inkább a csirkefarhátat választja, vagy a nemevést, de még mindig ő támogatja a gyereket, az unokát, hogy egyetemre tudjon járni, hogy törlesztőt tudjon fizetni, hogy albéletet tudjon fizetni, hogy el tudja kezdeni az életét, ne adj Isten, gyereket merjen vállalni. A kis nyugdíjas fizeti, inkább letekeri otthon a fűtést. Ez a magyar valóság ma. És nem az, hogy majd a gyermekek fogják eltartani a szüleiket rendszer szinten. Két dolgot végezetül. Az egyik az, hogyha van minta előttünk, hölgyek, urak, az a finn oktatásrendszer akármennyire is furcsán hangzik szintén itt. Mert egyrészt garantálja azt, hogy ez a társadalom ne újra termelje a szegénységet, hanem a tehetségnek és a szakmaiságnak, a szorgalomnak terepet adjon, és ez legyen az alapvető rendező elve egy társadalomnak. Kettő, hogy ők már ott tartanak, hölgyek, urak, hogy a pénzt és a befektetést az idősek, a nyugdíjasok képzésébe, és annak a képzés az egyetem utáni élethosszig tanuló képzésnek szentelik, és ez nem csak anyagi kérdés, hiszen anyagi kérdés is, mert ha nyugdíjas tud dolgozni, akkor tud fizetni járulékot, ő maga is hozzá tud járulni a közöshöz, hanem egy filozófia, hogy teherként tekintünk az időseinkre, vagy értékként tekintünk az időseinkre, akik egyébként ennek a társadalomnak még nagyon sokat tudnak adni. Végezetül én kérnék önöktől valamit. Benyújtották az országgyűlésnek a adótörvényeket, ahol 1%-os SZIA csökkentéssel kívánnak ismét politikai kampányt folytatni, és a gazdagoknak újabb lehetőséget adni. Egyszerűen mondom önöknek, egy brókernek ez havi 20 ezer, egy melósnak havi 200. A mi meggyőződésünk, és miután ez a törvénybe való az, hogy körülbelül ugyanennyi összegből az élelmiszer, alapvető élelmiszer áfa csökkentést meg lehetne csinálni most, ami nem csak a kisebb keresetűeknek és a családosoknak fontos, hanem önöknek is. Mert önöknek az SZIA csökkentés nem oszt, nem szoroz, viszont az alapvető élelmiszerek áfájának akár 20%-os csökkentése minden egyes nyugdíjasnak, főleg kis nyugdíjasnak az élet minőségén tud javítani. Sajnos sokaknak az az életminőség javítás, hogy tud enni azok után, hogy most éppen nem tud enni. Ezért kérem önöket, ha tetszik a javaslat, segítsenek, hogy a nyilvánosságnál is minden jobb erőt kapjon, és támogassák, ha lehet, ezt a javaslatunkat, mi ebbe erővel kívánunk beleállni a Magyar Országgyűlésbe is. Nagyon jó tanácskozást kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek és meghívtak. Köszönöm szépen.